Györteleken a 2015-ös évben közel 150 közmunkást foglalkoztatott az önkormányzat, a településen a középületek felújítása már korábban megtörtént, a jövőben a rendelkezésre álló energetikai beruházások keretében korszerűsítenék az intézmények fűtésrendszerét, mondta el a település polgármestere Halmi József. A község vezetője kiemelte, 2015-ben két turisztikai szempontból fontos beruházást is megvalósítottak. Legnagyobb beruházásunk a Györtelek külterületi kerékpárút, ami Györtelek kökörító, de ez egy hatszakasos, tehát Csengerig megy el, a Csengeri hídig, ami később azt jelenti, hogy össze lehet kerékpárúttal kötni Szatmárnémetit, és most már, ha kiépült teljesen, akkor akár Debrecenig is el lehet kerékpározni. Ez a turizmus része, a másik része pedig egy nagyon forgalmas út mellett vagyunk, a 49-es, és a kerékpárút pedig biztonságot ad a kerékpárosoknak. Ez egy 199 milliós Európai Uniós forrásból megvalósult beruházás, vagy itt állunk pont a Szamos élménytér hirdető tábláján, ami szintén egy nagyon fontos beruházás. Ez egy jövőbeli olyan dolog, ami, ha beindulna rendesen, és a Szamos is olyan szintre kerülne vízminőségbe, hogy egy kicsit a turizmus fellendülne, rengeteg vendégház épült Tunyogmattól Tőkörítőig, ez több településes projekt. A Szamos élménytér Györtelekre eső fejlesztése közel 30 millió forintnyi Európai Uniós támogatásból készült, ennek keretében egy keszegsütő épült a településen a Szamos holtág mellett. Az önkormányzat szociális társulása 2015-ös évben falubusz pályázatot nyert, így 10 millió forintot költhettek a közlekedés könnyebbé tételére, mondta el a polgármester. Hozzátette, a jövő évben további fejlesztéseket terveznek. A legnagyobb az lenne, ha munkahelyet tudnánk teremteni, amire ez a Szamos élménytér ad lehetőséget, ha ez beindulna rendesen. A mezőgazdaság a másik olyan dolog, hogyha az új líderrel tudnánk egy olyan programot, vannak olyan tervénk, egy olyan programot megvalósítani, amely a lakosságot támogatná. Tehát itt a mezőgazdaságra és a turizmusra épülő vendégházaink már vannak, csak még turisták nincsenek hozzá, tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne. Fontos lenne az M49-es, van még egy kerékpárút szakaszunk, ami nem valósult meg, az megint jó lenne, ha meg tudnánk valósulni, és akkor teljes település lenne lefedve kerékpárúttal, és Ökörítótól, vagyis az előbb elmondott Csengertől egész Mátészalkáig már be tudunk kerékpárúttal menni. Ez nagyon fontos a forgalom miatt is, mert nagyon fontos amiatt, hogy az emberek egyre jobban előveszik a biciklit. Halmi József elmondta, a jövő évben a szennyvízberuházás folytatása mellett energetikai beruházásokat is terveznek, a település viszont csak a 100%-os finanszírozású pályázatokon tud indulni, mivel nincsenek tartalékaik a szükséges önerők fedezésére.